Egy Tiszaföldvári lakos megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy a város belterületén leparkolt, ám lezáratlanul hagyott lassú járműből eltulajdonított egy autós rádiót, egy ventilátort, továbbá több használati tárgyat. Bejelentést követően a Tiszaföldvári rendőrök két órán belül elfogták és előállították a feltételezett elkövetőt, akit gyanúsítottként hallgattak ki. Az eltulajdonított értékeket Tiszaföldvár Epres kerti részén a Bozótósban találták meg. A 26 éves gyanúsított nem ismeretlen a rendőrök előtt, hiszen több bűncselekmény is van a rovásán. Tiszaföldváron egy családi házból görög dinnyéket gurított el, és egy lezáratlanul hagyott gépjárműből tulajdonított el értékeket. Továbbá az egyik helyi üzletben befalt két tábla csokoládét, több tábla édességet pedig a ruházata alá rejtett, azonban a biztonsági őr megakadályozta, hogy távozzon a boltból. A terhére rót bűncselekményeket egyesített eljárásban vizsgálják a rendőrök. A Kunszent Mártoni rendőrkapitányság négy rendbeli Lópység elkövetése miatt nyomoz.